Ez a szoba. Ő volt az 5. Aliszka katasztrófavédelmi országos IASZ verseny legfiatalabb résztvevője. A szerdán sötét völgyben tartott megmérettetésen 24 darab 3D-s cél várta a katasztrófavédelmi és a rendvédelmi szervek dolgozóit. A megnyitón Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere köszöntötte a több mint 70 résztvevőt. Elmondta, a nemrég megrendezett 3D IASZ Európa és Világbajnokságon is nagy sikert aratott a helyszín. Ez a hely, ez a sötét völgy, ez nagyon-nagyon alkalmas ennek a versenynek a megrendezésére. Szívesen jönnek az emberek, nagy létszámmal képviseltetik magukat, és nagyon örülünk annak, hogy ilyen létszámban és ismételten a várost választották. Az első versenyen 2017-ben 38-an vettek részt, ami azóta szinte megduplázódott. Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője elmondta, nagyon örül annak, hogy 4 év alatt hagyományát tudott válni ez az országos megmérettetés. Nyíregyházától tényleg Nemesmedvesig érkezett versenyző, és ami külön öröm számomra, hogy hölgyek is vannak, és gyerekek is vannak. Találkoztam olyan hölgyel, aki a hátán kis hátizsákban hozza a kisfiát, és rákérdeztem, hogy így fog lőni, és mondta, hogy igen, így jár a versenyekre. Tehát mindennek megvan a kis maga kuriózuma, megvan a maga szokása és öröme. A versenyről senki nem távozott üres kézzel. Szekszárd város önkormányzata egy a település történetét bemutató könyvet, az egyik helyi pincészet pedig egy-egy palack bort ajánlott fel minden résztvevőnek.